A képen is látható egykori lakóházánál állítanak emléket Moson-Magyaróvár egyik legmeghatározóbb építészének. Hünnel Béla 115 éve költözött városunkba, és lett többek között a város akkori gyárainak, a Kühnének és a mai Mofilmnek az építésze. A nevéhez számos épület köthető nem csak a városban, hanem a környéken is. Ez az ő saját tulajdonú lakóháza volt, és ő adta birtokba a postának. A másik legjelentősebb középülete az pedig a Moson-Vág megyei történelmi régészeti egyletnek a múzeum épülete, ez a Szent István Király utca 1 szám alatt található, és 1912-ben készült el építészetileg. Lúcsonyban van még az Egyetem C épülete, ez a növénykísérleti állomás épülete, ami épülettömegében az egyik legnagyobb moson-magyaróvári épülete. A környékünkön meg kell említeni, hogy a dunakiliti római katolikus templom, illetve az ottani német villa is az ő kezenyomát viseli. Hünnel Béla a Moson-Magyaróvári Ipartestületnek elnöke, továbbá Magyaróvár képviselőtestületének hosszú ideig tagja volt. Több sportegyesülethez is fűződik a neve, kerékpáregyesületet alapított, és az MDN-nek is alapító tagja volt. Tavaly évvégén hirdettem meg ezt, hogy Moson-Magyaróvár legjelentősebb építészének, aki egyébként a Magyaróvári Ipartestület alapító alelnöke volt, majd 1930-tól haláláig az elnöke, hogy ő, aki építette a Magyaróvári postapalotát saját tulajdonú lakásának, táblával legyen megjelölve, ugyanis Moson-Magyaróvár társadalma úgy gondolom eléggé elfelejtette ezt a embert, aki nagyon sok mindent tett a városért. A kiváló szakember emlékét mindeddig azonban csak épületek őrzik. Semmilyen emlékmű nem hirdeti azt, hogy ezt Hünnel Béla készítette. Az idei évforduló alkalmából a Magyar Posta ZRT engedélyezte Beregszászi Balázs számára a Városkabotéri Posta épületén, az építész volt lakóházán egy emléktábla elhelyezését, amelyet a győri szobrászművész Lebo Ferenc készít el. Szerettem volna valamilyen évfordulóhoz kötni Hünnellel kapcsolatosan. Ez a június 28-ai dátum a halálozása és a temetése időpontja, de végül is nem ehhez kötődik, hanem az egész évben tulajdonképpen azt lehet megemlíteni, hogy 115 éve került ő ide Magyaróvárra Budapestről. Ez 1901, valamikor tavaszán, kora nyár elején történhetett meg. Tehát tulajdonképpen az egész év folyamán kihelyezhető az emléktábla. Valóban a nyári időpont az nem lehet már tartani. Elképzelésem szerint, ha minden jól alakul, akkor szeptember második fele, október első felében legalábbis ezt szeretném kitűzni avatási időpontnak. A képernyőn látható számlaszámra továbbra is várják a felajánlásokat.